Duffy történetét több mint 2000-en osztották meg a legnagyobb közösségi oldalon, kölyökként fogadták örökbe, majd visszakerült az állatbarát alapítványhoz, felnőttként azonban végre felelős gazdik kutyája lett. Pár hónapja kiderült róla, hogy epilepsziás, de jól kezelhető. Szilveszter éjjel is vigyáztak rá, mindent megtettek, amit tanácsolni szoktak ilyenkor. Hangosan szólt a zene, játszottak vele, etették, és bár Duffy stresszes volt, átvészelte az éjszakát. Két nappal szilveszter után azonban valaki még durogtatta a megmaradt tűzi játékot, a kutya pedig kapott egy erős, intenzív rohamot. Majd még 35-öt. Nem tudták megmenteni a 4 éves kutyát. Sajnos az a tapasztalatunk, hogy most sokkal rosszabb a helyzet, mint az előző években. Elképesztő mennyiségű eltűnt kutyáról számoltak be a gazdák, illetve a talált kutyák száma az talán egy kicsit kevesebb volt, viszont nagyon-nagyon sokan jeleztek, hogy megszökött, kiugrott a kerítésen, átmászott, eltűnt, nem találták már, amikor be akarták őket engedni. Sajnos hiába folyamatosan figyelmeztetjük a gazdákat előtte is napokkal, illetve tele van az internet gyakorlatilag jó tanácsokkal, hogy hogyan vigyázunk ilyenkor a kutyáinkra, viszont mégis azt érezzük, hogy a gazdák azt hiszik, hogy ez velük nem történhet meg, és mégis megtörténik. Többek között az egyik örökbeadott kutyánkkal is egyébként, aki egyébként bent a vásos kutya, tehát bent tartják egyébként, viszont kint volt délután, és délután 5 óra körül szerették volna beengedni, akkor viszont már nem volt kit. Szerencsésen végződött az eset, mert megtalálták a kutyát egy pár órával később, néhány utcával lentebb, viszont sajnos olyasmiről is beszámoltak, hogy balesetes sérült, vagy már elhunyt kutyát találtak. A statisztikák szerint országosan évente átlagosan 8000 kutya tűnik el szilveszterkor, az elkóborolt ebek 40%-ának pedig soha nem kerül elő az eredeti gazdája. A szilveszteri állatmentő ügyelet csoport most is megpróbálta összegyűjteni országosan az összes eltűnt és megtalált állatot. Január 2-án már 5000 kutya fotója volt elérhető, és közel 200-an dolgoztak azon, hogy minden kutya hazataláljon. Az ő civileik, illetve az ő segítőik már nem aktívak, hiszen ugye szilveszter elmúlt, viszont az oldal még mindig aktív. Nagyon-nagyon sok eltűnt kutya, illetve macska is ugye felkerül ezekbe az albumokba. Van külön talált album, illetve eltűnt album. Érdemes egyébként ott is körülnézni, hiszen ez egy országos adatbázis. Ezek a koordinátorok gyakorlatilag az egész országból próbálták összegyűjteni egy helyre ezeket az eseteket. Akinek még nem került elő a kutyája, azoknak érdemes a gyepmesteri telepeken szétnézni. Novák Éva azt mondta, annyira egy házi menhelyre nem került be kutya az új év első napjaiban, viszont sok csipolvasást végeztek. A tapasztalatok szerint a legtöbb kutya 3-4 nappal a szilveszteri káosz után előmerészkedik a rejtek helyéről, és ekkor van a legnagyobb esély arra, hogy hazataláljon. A napok múlásával azonban egyre kisebb erre az esély, de még most is bukkan elő szilveszterkor elszökött kutya.